kötéleg kiszáll, majd beállítja a távolságot a part és a hajó orra között. Kis hajóm, szeretnél-e kikötni? A gyerekek már a második leckénél tartanak a vitorlás iskolában, ezért igyekeznem kell, hogy ne legyek lemaradásban. Különleges helyre, a Balaton partjára jöttünk, a vitorlás túrázásról megtudni egy-két érdekességet, és remélem, hogy ezek a csomókötési technikák is menni fognak majd a kirándulás végére. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. A Balatonpart egyik legjobb vitorlás oktatója ennek a szép sportnak minden csinyát-binyát elárulja a gyerekeknek. Ezek a különleges foglalkozások 5-6 napig tartanak. A tábor végére a gyerekek önállóan megtanulnak vitorlázni. Természetesen nem azt mondom, hogy profi versenyzők lesznek, mert az még nagyon távoli dolog, de az alapokat, tehát a vitorláshajó felszerelését, a hajó kezelését, egy kis karbantartást is, felleszerelését, mindenféle manővert megtanulnak, minden szélirányban megtanulnak vitorlázni. Megtanultuk azt is, hogy milyen körülményekben lehet vitorlázni. Hogyha nem fúj a szél, akkor ugye csak evezni lehet, de ha fúj, akkor már feltelted a vitorlát, és már tudsz vitorlázni. És mi a legjobb? Evezni jobb, vagy kormányozni jobb? Kormányozni. Kormányozni. Elmesélnéd, hogy hol vagyunk pontosan? Hát egész pontosan Siófokon vagyunk, és annak is az egyik legszebb helyén a siófoki kikötőben, vitorlás kikötőben, ahol egy 300 darab hajó tudnak elhelyezni egyszerre. Lehet egyáltalán arról beszélni, hogy túravitorlázás a Balatonon? Lehet, hogy ne. Nagyon sokan csinálják azt, többek között én jó magam is, hogy amikor van egy kis idő, pár nap, akkor nyakunkba vesszük a Balatont, elindulunk, mi többnyire nyugat felé szoktunk, mivel mi itt keleten vagyunk, elindulunk szépen nyugat felé, és vannak ilyen jó nevezetes pontok, mondjuk Badacsony, Keszthely, ahová szinte mindig ellátogatunk, szinte mindig megnézzük azokat a kikötőket. Gyakorlatilag a Bahart vitorlázóinak van egy olyan nagy előnye, hogy vendéghelyeket is biztosítanak számukra a kikötőkben, és ha én Siófokról mondjuk elindulok, akkor gond nélkül kiköthetek Földváron, Badacsonyban, Szemesen, és jó néhány helyen még, ahol számomra vendéghelyet biztosítanak. Itt a nyár, akkor menjünk el egy kicsit vitorlázni? Elviszel bennünket? Lehet róla szó, természetesen. Menjünk! Miután hajónk a siófoki partokat elhagyta, már arról beszélgettünk, hogy a magyar tenger, a szél és a hajók épp úgy elválaszthatatlanok, mint a nyár a fesztiváloktól. Ezek a kikötők ilyenkor megélénkülnek, hajóba ülnek az emberek, és túracélpontként megjelenik maguknak, mint például most június 11-12-én a Nemzeti Regatta Siófoki Évadnyitó Fesztivált. Ide jönnek, bekötnek a kikötőbe, közel vannak az események folyásához, és mindezt az utat megtették egy vitorlással, élvezték azt a feelinget, amit a tó biztosít, a szél biztosít nekik ezen az úton. Összehozzák itt a szervezők Magyarország önkormányzatait, akik itt mérik össze a tudásukat. Ugye természetesen ebből kiemelt a vitorlázás, az, amit majd hajóversenyzéssel töltenek. Itt mindenki megmutatja azt, hogy mit tud egy szakavatott kormányos irányítása mellett. Kapitányunk az 1940-es építésű Délibáb nevű hajóját is büszkén mutatta meg nekünk, hiszen igazi különlegességen vitorlázhattunk. Ez egy 50-es balatoni cirkáló, és az utolsó mohikánok között van, aki még fából épült, és remélem, hogy majd egyszer még az én unokám is ezzel fog hajózni. When the sun goes, that's the sound. Nézz az égre, s meglátod a Balatont. Nézz a Balatonra, s meglátod az eget. Ez az egyik legcsalogatóbb idézet, amely idehívja a turistákat a 77 km hosszúságú magyar tengerhez. És hogy érdemes, ez nem is kérdés.
Már nagyban is megy, amit a kicsikkel kipróbáltunk a forgatás elején. Ez a vitorlás túra remekül sikerült. A barangoló pedig a vakáció után, a nyár végén ismét visszatér ide a Balatonfelvidékre, de akkor már újra bakancsot húzunk.